Sikeres volt az első alkalommal megszervezett valsági terepfutóverseny. A hagyományteremtő célra a szervezett futáson 64-en álltak rajthoz. A versenyen két táv közül lehetett választani, egy 9 kilométeres és egy 2 kilométeres pálya állt rendelkezésre. A nőknél és a férfiaknál is székelyudvarhelyi győzelem született. A hölgyek között az első helyet Bence Csilla szerezte meg, a férfiaknál pedig És Lóránt volt a győztes. A valsági futóverseny közös bográcsúzással zárult. Ezüstérmet szerzett a parakerékpáros világbajnokság mezőnyversenyében Novák Károly Eduárd. A csíkszeredai sportoló 27 másodperccel maradt le a szlovákiai Patrik Kürill mögött. Harmadik helyen az orosz Szergej Pudov végzett. Novák Károly Eduárd legközelebb a csütörtökön kezdődő székelyföldi kerékpáros körversenyen áll rajthoz. Olimpikonok tartottak kerekasztal beszélgetést vasárnap Csíkszeredában. A városnapok keretén belül szervezett eseményre sokan voltak kíváncsiak. Márton Simon, Tófalvi Éva, Miklós Edit és Strándafír Norbert ült le egy asztalhoz, hogy sikereikről, kudarcaikról meséljenek a csíkszeredai embereknek. A kerekasztal beszélgetésen megtudhattuk, hogy ki hogyan került kapcsolatba a sporttal, de a legnehezebb pillanatokról és a legkedvesebb emlékekről is meséltek az erdélyi sportcsillagok. Nagyon pozitív volt, nagyon kellemes élmény volt. Először vettem részt egy ilyen kerekasztal beszélgetésen, és szerintem egy élmény volt mindenkinek. A legjobb magyar alpesi síző Miklós Edit elmondta, nyáron sem pihen, nagyon keményen készül a következő idényre. Nem vakáción vagyok itthon, igaz, itthon leszek két hete, de attól nem áll meg a világ. Napi két edzésem van, vasárnap szabad, de különben a hét többi napján edzik. A csíkszeredai városnapok keretén belül szervezett kerekasztal beszélgetés moderátora az erdélyi magyar televízió sportszerkesztője volt.